Sziasztok, kedves AVTV nézők, én Komáromi Barnabás vagyok, és évek óta, igazából már körülbelül 8 éve kíváncsi voltam rá, hogy ugyan mitől olyan különleges a KEF LS50. És hát véletlenül pont le tudtuk tesztelni, ki tudtuk próbálni, és megpróbáltuk nektek ebben a videóban összegyűjteni azokat dióhéjban, hogy mitől különleges ez a hangfal, mit érdemes tudni róla, és miért ajánlható, vagy ajánlható-e azoknak egyáltalán, akik 500 000 forint alatt egy jó állványos hangfalat keresnek? A KEF nevet valószínűleg sokatoknak nem kell külön bemutatni, hiszen egy több mint fél évszázada létező, kimondottan hangsugárzógyártásra specializálódott cégről beszélünk. Mint a legtöbb multinacionális szinten elismert márkanév, ők sem tudták kikerülni, úgymond, hogy saját Angliában létező gyártósoruk mellett a megfizethetőbb modellekre távol-keleti gyártósorral rendelkezzenek. Ott készül az LS50 is, aminek köszönheti viszonylag jó árazását. Ez mit jelent? Körülbelül 450 000 forintért vásárolható meg a pár, hogy ez mennyire jó összeg vagy nem, arra majd nem sokára visszatérünk, de akinek tök új ez a hangfal, annak mit érdemes róla tudnia? Ha úgy veszük, akkor az LS50-ben nincsen semmi rendkívüli, csak azokat az akadályokat, kihívásokat próbálja meg teljesíteni, átlépni, megvalósítani, amik kellenek ahhoz, hogy egy hangsugárzó technikai értelemben jónak nevezhető legyen. Ahogy azt is láthatjátok, állványos méretű az LS50. A gyártó marketingje szerint a stúdió hangzást, illetve a stúdiós karaktert próbálták meg összekovácsolni egy otthonra is vihető hangsugárzóban. Csak akkor vajon a reklámanyagokban miért mindig keverőpult mellett van az LS50? Mindegy. Maga a hangszórókészlet, ami benne van, az egy Uni-Q nevű úgynevezett koncentrikus elrendezésű kétutas hangszórókészlet. A Uni-Q lényege, hogy hasonlóan az autóban lévő hangszórókhoz, itt is a magas sugárzót a mélyközép sugárzó közepébe ültetik, de nem csak egy ilyen kis sima műanyag bölcsőbe vagy ilyesmi, hanem nagyon szépen el van csatolva a mélyközép sugárzótól úgy, hogy közben mégis beleintegrálódik olyan értelemben, hogy a magas sugárzón közepén lévő tangerine, vagy magyarosan mandarin hullámvezető diffúzoroknak a fala ugyanazt a dőlés szöget veszi föl, ami aztán folytatódik a mélyközép sugárzónak a kónuszán. Ennek olyan szempontból lesz jelentősége, hogy egy több utas hangszórónál nagyon fontosak az időzítések, ami alatt azt értem, hogy a fül érzékeny arra, hogyha különböző hangszóróknak a létrejövő hanghullámai nem azonos időpontban és sávon hagyják el a hangfal előlapi síkját, ez nem tudom mennyire érthető, de a lényeg az, hogy különféle számítógépes mérésekkel erre kínosan ügyeltek a KEF mérnökei. Még a perem is szándékosan ilyen kialakítású, persze ez design szempontból is nagyon kis csinos, de azért nem csak simán egy ilyen félcső a gumiperem, hanem egy ilyen kis lapított profil, hogy ő is részt tudjon venni a hanghullámok kiengedésében. A hangszórókészlet egyébként alumíniumból van, és ez a tangerine hullámvezető többek között azért is felel, hogy maga az alumínium hosszú távon ne legyen túl fárasztó. Ezekkel a kis mákvirág vagy mandarin alakú barázdákkal és ezeknek a falának a megdöntésével tudták megoldani azt, hogy egyfelől simulékony és természetes magas frekvenciák tudjanak létrejönni, másfelől a hangok szépen nagy térben és nagy kiterjedéssel tudjanak szétszóródni. Tök jól hangzik, hogy a KEF kimondottan ehhez a modellhez fejlesztette ezt a Uni-Q hangszórót, de nekem speciál nem ettől számít különlegesnek a KEF LS50, mert lássuk be, a legtöbb KEF hangszóró szinte pontosan ugyanígy néz ki. Nekem inkább a doboz az, ami magasabb elismerést váltott ki, mert hihetetlen tömörségérzetet sugall. Ahogy így kopogtatok rajta, olyan, mintha egyetlen egy agyak tömbön, egy kődarabon kellene kopogtatom. Nem hallom azt a szokásos, tipikus kongó hangot, mint egy doboznál, mert hát a gyártó kínosan ügyelt arra, hogy ne produkáljon hangok szempontjából káros saját zajokat. Az előlap egy speciális műgyanta kompozit anyagból van, hihetetlenül tömör, ugyanakkor az, hogy így megvan ívesen döntve, a szerepet játszik abban, hogy a hangdoboz belsejében visszaverődő hullámok
így némiképpen csillapítva legyenek, de ez még nem minden, mert van neki egy olyan belső merevítés szerkezete is, hogy egy ilyen és egy ilyen szögben álló vastag lemeznek a széleit egy bevonattal látták el, így még maga a merevítés is valamilyen szinten el van csatolva, illetve csillapítva illeszkedik bele az ő falainak a közegébe. A doboz hátulján találunk egy egyérpáros kábel fogadására alkalmas banándugó kompatibilis szorítófejes kábelajzatot és egy ilyen különleges alakú reflexnyílást, ami szintén nem csak simán egy műanyag WC papír guliga, hanem egy olyan cső, aminek mindkét oldala, mindkét vége egy tölcsérés geometriát követ, és a csőnek a középső szakasza az egy gumicső, mert rájöttek arra, miközben nézték ezeket az úgynevezett finite element vagy véges elemes analíziseket a mindenféle számítógépes animációkon keresztül, hogy ha megpuhítják a csőnek a közepét, akkor az hatékonyabban tudja elnyelni az energiákat, és a lényeg az, hogy ez is közrejátszik abban, hogy a léghullámok azok kisebb zajt keltenek, kevesebb turbulenciával, kevesebb csőzajjal üzemel a hangsugárzó, tehát kevesebbet hallunk abból, amit nem akarunk hallani. Most pedig ejtsünk néhány szót a hangminőségről. Ezt megpróbálom dióhéjban összefoglalni, hogyha valaki bővebben kíváncsi rá, hogy mit tapasztaltunk, akkor a cikket is el tudja olvasni, illetve több szaküzletben is ki van állítva a hangfal, tehát az a legcélra vezetőbb, hogyha mindenki meghallgatja. Na de egy kis kedvcsináló vagy szóbeli ízelítő legyen már végre. Alapvetően egy jó hangfal az L50, akár hiszitek, akár nem, ki gondolta volna. Állványos viszonylatban azt mondanám, hogy Streber stílust követ, tehát nagyon érződik az rajta, hogy próbál megfelelni, és jól csinálja. Tehát érezni azt, hogy a mély hangokból ad is, meg vissza is tart. A mérethez képest, meg ahhoz képest ilyen viszonylag kicsi hangszórót helyeztek bele. Testesebb a basszus, teltebb, energikusabb és határozottabb a vártnál. Más kérdés, hogy igazából az állványos hangfalakat sokszor pont azért választják, vagy pont azt szeretik bennük, mert hogy azoknak eleve van egy ilyen jó kis feszes és energikus mély hang visszaadása. A kisméretet ugyanakkor ezúttal sem lehet meghazudtolni, tehát nem félistenek a KEF tervező mérnökei, bár nagyon jó munkát végeztek, de itt is lehet érezni azt, hogy ha nagyon erősen járhatjuk a hangfalat, akkor bizony azért egy kicsit izmoskodóvá válnak azok a basszusok, és akkor már rájuk irányul így kényszeresen a hallgató figyelme, illetve hogy ő nem fog tudni lemenni annyira mélyre, hogy az már ilyen térbelileg méládaszerűen kiterjedő vagy álló hangfalakat meghazudtoló legyen, de azt hiszem, hogy ez senkinek sem meglepő egy ilyen viszonylag kis hangfalat elnézve. A középső frekvenciák nyíltak, természetesek, simulékonyak, öröm hallgatni őket, a magas frekvenciák egyáltalán nem bántóak, hosszú-hosszú perceken, többféle stílusnál, mindenféle zenét hallgattam rajta magyar előadóktól, kedvenc alternatív előadóimig, Uncle, Trente Moller, hallgattam régi hard rock zenéket, Juzsa Vangot, hangszereseket, és ugyan a mély hanggal felhívja magára a figyelmet akkor, ha erősen járatjuk, más kérdés, hogy ezt lehet orvosolni mindenféle trükkökkel, de a magas hang nem volt fárasztó, nekem legalábbis. Akkor se, hogyha erősen járattam. Tehát ilyen szempontból jó, hogy oké, energikussá és egy kicsit feszeskedővé válik, de közben mégis van benne egy kis önuralom akkor is, hogyha egy jó kis kellemes házi buliba szeretnénk őt bevetésre küldeni. Szóval összességében a frekvenciatartomány kellemes, így a stúdiós és az ilyen kis finomkodó között van félúton, el lehet hallgatni végtelenségig, és hogyha valaki elnézi azt neki, hogy egy pontnál lejjebb nem mennek a mély hangok, akkor igazából nagyon sok esetben még mélyláda se biztos, hogy kelleni fog hozzá, de én amit igazán kiemelnék pozitív tulajdonságoként, az a térhatás. A térnek a szélessége, homogén kitárulkozása, hogyha lehet így fogalmazni. Ugyanis sok állványos hangfalnál az van, hogy el lehet hallgatni az idők végezetéig, stb., de hiányzik az a kis intimitás, az a kis jelenlétérzet, nem nyílik meg úgy a tér. Mondjuk a hangsugárzó nagyon előre kommunikál
nagyon elénk akar festeni valamit, minthogyha egy múzeumban lennénk, és ott lenne egy manusz, aki mutogat nekünk, hogy ú, ezen a festményen ez van, meg az van. Itt meg azt lehet érezni, hogy a festmény egy kicsit megnyílik a néző előtt, és egy kicsit el tudunk mélyülni a részletekben, egy kicsit bele tudunk révedni a zenébe. Nyilván nem nyílnak meg akkora mélységek, és nem lesz annyira intim, mint mondjuk egy Kef Blade esetében, ami 7 millió forint, de ilyen szempontból tényleg felülmúlt a várakozásainkat, hogy egy ilyen nagy teret rajzolt. Tehát nem kérdéses, hogy a Kef elegendő erőfeszítéseket tette azért, hogy egy nagyon jó erős középkategóriás, audiofil kvalitásokkal rendelkező, és még viszonylag megfizethető hangfalat készítsen. Más kérdés, hogy ebben a 450 ezer forintos kategóriában van egy pár kihívója az LS50-nek, ami valószínűleg sokatoknak már elnyerte a tetszését. Most nem kezdem el sorolni, de azért szép kis listát lehetne összeállítani, ami nem egy olyan hangfal van, ami bizonyos aspektusaiban lehet, hogy akár egy picivel többet is mutatott, mint az LS50, de ez egy nagyon erős mezőny. Itt már tényleg ez egy szubjektív, ahogy megyünk felfelé árban, mindig egyre szubjektívebb, hogy kinek mi és miért tetszik. Itt inkább szerintem, ami meg fogja majd fogni a fogyasztóknak a fantáziáját, vagy meg fogja ragadni a figyelmüket, az maga a design, mert különlegesen néz ki az LS50. Nem egy szokásos, szögletes, unalmas doboz. Van benne valami szokatlan és modern, nyilván egy antik környezetben a kandalló két oldalára nem ilyet tennék le, de hogyha valaki érez magában egy ilyen, egy kicsit ilyen technokrata érzelmességet, és vevő ezekre az ilyen skifis, oblivionos, Marvel-es, Batman-es dizájnra. A Batmanra jut eszembe, hogy egyébként a színek még szintén egy érdekes értékesítési pontjai lehetnek a terméknek, mert nem csak ebben a rezes, rózsgoldos hangszóróval és a lakkozott, polírozott dobozzal kapható, hanem létezik például full matte feketébe, vagy fehér színben, sötétkék hangszórókkal, és mindegyik egy ilyen sajátos hangulatot kelt. Ez volt tehát rövid bemutató videónk a Kef LS50-ről. Minden ehhez fűződő gondolatotokat, véleményeteket, mint mindig most is örömmel fogadjuk a komment szekcióban, és találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!